Ha egy fiatal író megkérdezné, milyen diétára fogja a lelkem, hogy nagy eredményeket érjek el, azt mondanám, olvas Mítoszokat. Ez a tanács ellentétben áll ifjúkorunk gyakorlatával. Mi modern irodalmat olvastunk. Hol tart Párizs és London? Hogy erjeszti a korszellem az irodalmi formákat? milyen új módszerrel csiszolja a szépet és nagyot egy-egy ősi műfaj. Nem vénes kiábrándultság ezután évszázadok és évezredek óta egy helyben álló művekre mutatni, az idő rügyei megcsaltak, rágjatok gyökereket. Az úgy, ahogy elkészült író érthető, hogy szívesebben hallgat az állandóra, de a készülőnek nem a készülőt kell -e figyelnie. Egy rövid árszpoétika talán elhárítja az ellenvetést. Minél többet ír és hasonlítgat az ember, annál világosabb, hogy a művészetben mégiscsak egy állapot az, amin minden múlik. Ez az állapot nem okvetlenül önkívület, ahogy az ihletet elképzelik és csúfolják, néha alig egy izgalomnyival emeltebb a csendes tűnődésnél. Mégis ő az, ami köt rendez és fölszabadít. Ezt az állapotot a mesterség csak másolni tudja. A legnagyobbak tudása sem több, mint bölcs gazdálkodás, ihletük leragadt vívmányaival. Ha hasonlatot keresünk, a szerelmes férfi és a misztikus hívő állapota a leghasonlatosabb az ihletet művészéhez. Egy hozzáférhetetlen tudás nyílik meg általa. Erre az állapotra igaz, születni kell. De nem csak születni, nevelődni is. Ahogy a férfit és az imádkozót is elronthatjuk vagy kifejleszthetjük magunkban, a művészi állapot is tisztítható, tágítható és megsemmisíthető. Erőszakolatlanul, szabadon és sokszor kell beállnia, hogy lelkünk második és legvalódibb természetévé váljik. Így értette a legnagyobb magyar esztétikus Berzsenyi, hogy a költészet maga a szép lélek. Ez a szép a görög szó, és egyszerre jelent nagyot és szép érzőt. Teljesebb görög kifejezéssel kalogakatiját. Mindaz, ami e szép lelken kívül van, mű, anyag, módszer. Már csak egy szép lélek szánverése, étere, és a mozgásból levont fizikája. Mi nevelheti, duzzaszthatja bennünk az ihletnek ezt az állapotát? Semmi úgy, mint a tiszta és bátor emberség. Az ember a nagyot csak a maga óráiból tanulhatja. A nehezebbet kell vállalni, reménytelen fogni az igazság térdét. A koporsóvá lett ágyban Istennel szólani. Húsunkkal hálátlanokat táplálni, és a gyávaság színét viselni, Föláldozva magunk, hogy tettünknek ne legyen bére a tett szépségén kívül, és a nagyság árvalégvételei tágítsák lelkünk a szép tágulásaira. A méltó élet a művész legfőbb higiénéje. De ha méltó élethez dajkát keresz, amelynek a tejében nagy és szép épp úgy nincs, nem is tud külön lenni, mint az igaz költőjében, akaszd őt a mítosz emlőire. A mítosz mindig vallás is. Ha a képei el is vesztették kozmogóniás hitelüket, az érzés, mely a világból kihasította őket, nevészen vagy átalakultan bennünk is él. Keresi a nagy ősképeket. Aki egy mítoszban, homéroszéban vagy a kalajvalában elmerül, nem csak mások isteneit és hőseit látja, hanem a maga vallásos érzéseit is lélegezteti. A történet elfelejtődik, de a pátosz megmarad. És most már a magunk mélyei és a magunk csillagai közé be, vallásá élni a világot. A mítoszok beszédessé teszik a vallásos érzést, és a teljes teremtést adják szótárául. Mert a mítosz a teljesség iskolája. Mindig az egészet nézi. Még a mondák töredékeiben is az egészről mond el valamit. Ha a Dionysos bakhánsai a királyt felkoncolják, a világ mámor habzik a világ józanság fölé. Akit a mítoszok dajkáltak, sosem fajul specialistává. Ő a mozzanatokban is isteneket lát, és az istenek sem szakok neki, hanem az egész világ Más és más felgyúlásai. A teljesség persze gonosz hangzású szó. Az alaktalan is lehet totális a maga módján. A mítosz azonban arányrend is. Kompozíció a legnagyobb anyagban. Nem csak a teljességhez szoktat hozzá, de az arányokban való ítélkezéshez is, ami az alkotás leglelke. Íme a mítosz örök tápereje, minden nemzedék rá tapadhat. De honnan kapjuk meg azokat a pillanatnyi holdponton túlvivő ingereket, amelyek oly efemerek, és egy új művészi foganáshoz és terméshez mégis annyira kellenek. Én úgy érzem, hogy épp ma ezek is a mítoszokban bujkálnak a legnagyobb bőségben. Mintha az az aktualitás, amelyet mi a Zsidek és Pirandellók műhelyében igyekeztünk meglesni, ma Homérosznál vagy a Rolandénekekben volna kutatandó. Már nyugati mestereinknek is feltűnt, hogy a naturalizmus elleni lázadásunkban csak a kisebbek választották útul az intellektuális játékosságot. A nagyobbak, Proust, Poez, az Ulyssesben Joyce inkább a mítosz sugalmazottjai. És mennyivel inkább így kell lennie ennek keleten? ahol a magasabb rendű törékeny szellemi és formai játék minden feltétele hiányzik. A fönnmaradt népköltészetben és a nyersen tagolt társadalomban azonban a mítosz eleven erői hajtanak. Aki tudja, mi az, amit a modern író meg szeretne csinálni, és a mítoszt feldolgozó, elbeszélő költemények és drámák megcsináltak, okolhat-e mást, mint a tudatlanságot, ha a mester és tanítvány viszonya, itt még ki nem alakult. A mítoszokban Istenek vagy isten szerű lények a főhősök. Mivel több egy Isten egy alaknál. Amiben egy üstökös egy csillagnál. Csóvája van a mindenségben. Az Isten nem ér véget önmagában vagy hozzá hasonlókban. Ő nem egyén és nem típus, hanem mindig természet és világ is. Artemis neve nem csak egy szobrot idéz, hanem az erdő hangulatai, az állatok szökellései, a hold bujkálásai közül egy bizonyost. Azt, amelyikben a világ az ő arcával néz reánk. A Kalevala három nagy alakja, Vejnemőinen, Lemminkeinen és Ilmarinen látszólag nem istenek, de épp így magukon túlérő csóvájuk van a világ egyik értelméből. Tudom, milyen heverő hely illik a komor hatalmába belebúsult varázslóhoz. Milyen száncsörgés a szilaj csábász úrfi jókedvéhez, s milyen üllőkongás és égzengés a kovács acél munkakedvéhez. A modern regényben, drámában nincsenek istenek, sem istenfélék. De az alak itt is kaphat ilyen mítoszi csóvát. S a zárt személyen mindig áttetszhet a kozmosz, egy embernél általánosabb törekvése vagy hangulata. Még egy lírikus is, hogy fölnövesztheti magát, ha állapotait a világerőkbe be tudja kapcsolni, gondoljunk Adira. Fiatal írók gyakran emlegetik ma, hogy meg kell csinálni a próza forradalmát. El kell oldani a művészetet a realitás bójáiról. Visszaadni természetes birodalmát, a valótlant. Ezt így nem igen értem. Semmi sem könnyebb, mint ezt a forradalmat megcsinálni. Trükk az egész. Az asszony, mint az egyik angol regényben, rókát szül. Ki nem álmodott annyit, hogy egy rókát ne tudjon kölkezni az irrealitás diadalára. Ha a művész, akkor még el is fogadtatja. Itt azonban abból, ami a nagyművészetben művészetben következmény, célt csinálnak. Pantagruel miután olyan fickó, amilyennek Ráblé megfaragta, árvizet tud magából kibocsátani. Azért az árvízért azonban nem faragták őt. Aki felidézte alakjaiban a természet nagy erőit, és műveszerkezetében teret teremtett ezeknek az erőknek, azt a realitás rovására menő meglepetések érhetik alakjai fagyot énekelnek, mint innen, vagy kénfüstben tűnnek el, mint Tamási tündöklő Jeromosa. Az író azonban legyen türelmes, és ne sajtoljon irrealitást, csak hogy a próza forradalmára legyen. Általában ne bántsuk annyit a realitást, hisz épp a mítosz tanít meg rá, hogy igazi valóságban elférnek még az Istenek is.